Sziasztok, Elek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy jelenleg brutálisan népszerű sztori alapú horrorjátékot hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor már mindenféleképpen most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt, de be is teszem a fülesemet, ugyanis itt is vagyunk már a játékunk menüjében, amelynek az a neve, hogy The Stalked. Mi leszünk ezzel a csajszival? Hát azt hittem, hogy jobb nők leszünk itt. És az a sztorink, hogy nem olyan régen szakítottunk a barátunkkal, aki ez miatt teljesen bekattant, és elkezdett utánunk kémkedni, meg nyomozgatni. A nagypapánknak, mi pedig egy erdő közepén lévő házába menekültünk előle, de nagy eséllyel megtalált minket. És itt már láthatjuk is az árnyékát, na de rá is megyek a startra, és akkor nézzük is, csupán ennyi információt tudok erről a játékról, de hát bízzunk abban, hogy egy csomó minden ki fog még derülni. Aha, most szakíthattunk akkor Liammel, aki az ő exe, és reméli, hogy jól viseli az exe a szakítást. Hát, hogyha elkezd utánunk jönni, meg folyamatosan a nyomunkban lesz, akkor nem hinném, hogy túlságosan jól viseli, csak nehogy megöljön minket. Éhesek vagyunk, ezért el kéne készítenünk valami kaját. Mennyire komoly helyen vagyunk már! És rendes, jól néz ki a játékunknak a grafikája. Milyen komoly amerikai konyhás nappalink van. Na de itt vagyunk a konyhában. Nyissuk is ki a hűtőt, és nézzük is meg, hogy milyen kaját tudunk elkészíteni. Hát nem úgy tűnt nekem, minthogyha a hűtőből bármit is ki tudnék venni. Na de a serpenyőt ide tudom tenni. Oké. És akkor vajon most... Aha, a hűtőből ki tudjuk venni ezt a cuccost, amelyet fel fogunk most melegíteni. Hát nem vagyunk a konyha császárai, az egyszer biztos. Mégis kikopogott az ajtómon ilyen későn. Hát kikopogott. Nézzük is meg, szerintem ez lesz a bejárati ajtónk, ugyanis itt érkeztünk haza. Megkérdezzük, hogy mégis ki vagy te? Ki van ott? Az exünk az. Szia édesem, bejöhetek? Liam? Én mondtam neked, hogy vége van ennek az egésznek, szóval nem, nem jöhetsz be. Erről van szó, határozottnak kell lenni. Hát ilyen nők vagyunk mi. Ez eléggé furán hangzott a számból, de engedjétek el. Na, Lacey, ne csináld ezt velem. Nem hagyhatsz egyszerűen így itt. Én jobban szeretlek téged, mint bárkit ezen a világon. Vége volt, Liam. Menjél haza, aha, eddig baromira halk volt a játék. De most az ajtóra csapott, nyisd ki az ajtót. Nem, én nem fogom kinyitni az ajtót. Én már téged nem szeretlek. Hamarosan újra az enyém leszel. Hát ez eléggé fenyegetően hangzik. Vajon az akaratunk ellenére? Most kéne kihívni valami testőrséget. Ugyanis ahogy látom, van ám itt pénz bőven. Úgy hangzik, minthogyha elsétált volna innen. Ráadásul a kajánk is hamarosan készen van, szóval a gáztűzhelyünket le is kapcsolom, és el is fogyasszuk békességben a vacsoránkat. Jó. Azt mondja, hogy egy fürdőt kéne vennünk, hogy lenyugodjunk. Brutálisan jól néznek ki amúgy. Az olyan házak, ahol rengeteg üvegfelület van, na de jelen helyzetben ez eléggé para tud lenni, de ezek szerint akkor egy lakásban vagyunk, körülbelül a harmadikon talán. De mi jól néz már ki a hálószobánk is. Elfogadnám ezt a lakást így magamnak, már nem azért. Hát mennyi üvegfelület van itt? Na de merre van a fürdőszoba, ha? Itt van. Jó.
De miért nem tudom kinyitni az ajtót? Oké, okay, megbirkózunk vele. Ja, hogy még van ez tovább, és még itt is van nekünk ajtónk. Na ez mondjuk probléma. Kezdődik a horror játékunk. Én csak békésen jöttem volna megengedni a kád vizemet, erre pedig valaki betört egy ablakot? Vagy mégis mit? Hát de a harmadikon vagyunk, haver. Hogyan tudott betörni itt bármit is? Vagy bedobott egy téglát? Hát jelenleg én még nem találtam meg, hogy hol sérülhetett, aha? Mi ez a cucc? Egy kő? Hogy lehetsz ennyire elmebeteg? Azt hiszed, hogy ez működni fog? Bedobott egy követ, amelyen volt egy cetli, amelyre azt írta, hogy kérlek, adj nekem még egy esélyt. Én nagyon jól fogok bánni veled, és mindent meg fogok tenni érted. Ez csak nem túlságosan nagy kérés, nem? Csókollak, Liam. Ne. Ez az egész csak sokkal rosszabb lesz. Menjünk és ordibáljunk neki, hogy tűnj innen, te szemét! Nem véletlenül szakítottunk. Azért eléggé jól hozom a csaj szerepét, nem? Hát lehetséges, hogy előző életemben ezt átéltem, ki tudja. Mennyire érdekes már, hogy így full sötét van és nem látunk semmit, de hogyha hátrébb jövök az üvegen keresztül, nagyon is látunk egy csomó mindent. Aha, és mi vagyunk az épület leges legtetején. Szóval ez egy penthouse. Hát húzzuk be azért az erkély ajtónkat. Ja, hogy ez teljesen kitörött, és ennyire tudjuk már csupán behúzni. Oké. Okay. Na de most, mit kéne csinálnunk? Az lenne a logikus meg észszerű döntés, hogyha kihívnánk a rendőröket, ugyanis ezzel nagyon is kihívhatnánk, ki fogunk menni az otthonunkból, de előtte némi vizet szeretne magával vinni a karakterünk, tűnj innen, hagyj békén, hagyj már! Itt van Liam az otthonunkban, és nyomatja, hogy mostantól kezdve örökre együtt leszünk, és sohasem fogsz megszabadulni tőlem, de nagyon is megfogok. Elkapott téged, szeretnéd előről kezdeni? Hát nagyon is szeretném. Aha, ott van Liam, és akkor most ilyen brutálisan durva futószimulátor lesz? Hát sikeresen rámentem a bejárati ajtónkra. Szóval akkor meg fogunk menekülni? Hát bízunk abban, hogy igen. Jó! Hát mert a kocsinkban vagyunk, erről van szó, csak nehogy hamarosan megjelenjen a hátsó ülésen, vagy valami, tudjátok. Aha, itt van a telefonunk. Léci, mondd azt, hogy segítséget fogunk hívni. Hívjuk is a nagypapánkat, aki ennek a lakásnak a tulajdonosa. Vagy várjatok már! Lehetséges, hogy ez a saját lakásunk volt, és most fogunk menni a nagypapánknak az erdő közepén lévő villájába. Aha, ebből most kiderül, hogy ez a mi apartmanunk volt, és most a nagyapánktól megkapjuk a címet, és megyünk az erdő közepére, ugyanis pár héten keresztül szabad lesz az a ház. De utánunk fog jönni Liam. Nem kellett volna egyébként. Tesó! Nagyon para az exünk! Hogy voltunk vele képesek összejönni? Szóval nem kellett volna, elolvastam ennyire se a sztorit, ugyanis egy csomó mindent lelőtt nekünk. Pedig direkt sohasem szoktam, csak azt hittem, hogy ennél a játéknál létfontosságú lesz. De ezek, amiket az elején mondtam, nagyon is kiderülnek itt idővel. Ez nagyon közel volt, de szerencsére megúsztam. Mostantól nem fog megtalálni Liam, aha. Hiszed ezt te most, közben pedig nagyon is megfog. Végre megszabadul ettől a toxikus kapcsolattól. Az okés, hogy ebből a kapcsolatból elmenekülsz. Na de az,
hogy vajon Liam elől is el fogsz-e tudni, az már teljesen más kérdés. Nem kéne ennyire közelről néznem, már most érzem. Egy kocsi követ minket, és nem vagyunk egyedül. De azzal nyugtatjuk magunkat, hogy jaj, csak túlságosan paranoiásak vagyunk. Aha, az erdő közepén vagyunk, és csupán ez az egyetlen egy ház van itt. Mégis ki jönne ide, ha nem egy olyan személy, aki követ minket? Jaj, de jó, van elemlámpánk, és konkrétan ennyit látunk most csupán. Nagyon rossz ötlet visszafele sétálni, megnézni, hogy az a kocsi pontosan hol van, aki követett minket, ugye? De nem is engedi a játék, szóval jöjjünk is be inkább ebbe a házba. Nagyapa azt mondta, hogy a kulcs a pincében van. Most meg kell keresnünk a pincét, így az éjszaka kellős közepén. Egy horror játékban, ráadásul egy ilyen para háznál. Tudja, hogy rossz irányba kezdtem eljönni, és igazából a másik oldalon lesz a pince, mi? Srácok? Ennek a pince lejárónak szerintem zárva kellett volna lennie. Lehetséges, hogy Liam már beelőzött minket? A csajszinak miért nem gyanús, hogy a pince lejáró nyitva volt? És random itt van egy koporsó! Ráadásul több koporsó is? Először csak ezt vettem észre. Hát na, a nagyfater már fel van készülve itt a dolgokra, ne vicceljetek. Mi ez a hang? Csak a kazán. Fú, de liba bőrös vagyok ettől. De miért van itt ennyi kínzó eszköz? Csak nehogy itt kínozzon meg minket a Liam. Hát itt van a kulcs, ez kell nekünk, ugye? Aha. Meg is van a bejárati ajtónak a kulcsa. És még itt is egy csomó koporsó van. Jöjjünk is fel! Elvégre csak egyedül vagyunk itt. Az erdő közepén. Mi lett volna amúgy akkor, hogyha mondjuk a nagyapádhoz mész? És az ő társaságában leszel, vagy pedig szólsz egy barátodnak, és többen lesztek. Ez a legrosszabb ötlet, amelyet csinálhatsz, hogy idejössz full egyedül egy baromira nagy félelmetes házba. Úgy, hogy még követtek is téged. Jó, ezek ilyen mérőórák. Aha. Hogy több kiárat is van a házból, de amekkor ez a ház, nem csodálom. Az most a taktikám, hogy fel kéne kapcsolnunk minél több villanyt. Miért nyikorog ennyire a lépcső? De csupán azért, mivel ez egy baromira régi ház. Nem lesz itt semmi probléma. És mindig, amikor ezt kimondom, akkor kezdődnek a bajok, aha. Mintha csak ez az egy szoba lenne itt, hogy ne bonyolítsák túl ezt az egészet. Hát nézzünk is errefele körbe. Konkrétan 10:45 van lassan, amikor ide megérkeztünk. De nem, hát biztos, hogy lesz itt több szoba is. Itt volt a lépcső, itt van az első szoba, aha. Itt van még egy szoba, jó. Hát egy hálószobát kéne keresnünk. Na várjatok! Lehetséges, hogy az előző óra rosszul járt, és igazából 14:30 múlt nem sokkal? Az a baj, hogy a telefonomon elfelejtettem megnézni, hogy pontosan hány óra van, amikor beszéltem a nagypapámmal. Mibe hogy? Békésen alszunk, és hamarosan megjelenik Liam. De ahogy látom az ablakban, már nagyon is nappal van. Aludtunk 12 órát? Vagy miért van 14:30? Már megint valaki kopog itt. Szóval menjünk is a bejárati ajtóhoz, ugyanis abban bízik,
hogy a nagypapája csak meglátogatja őt, hogy ne legyen egyedül, aha. Jól van, ott a mikocsink van. Hát valaki itt hagyott nekünk egy levelet. Kedves új lakosa ennek a villának, én vagyok az előző tulajdonosa ennek a háznak, és te vagy az a személy, akit keresek, ezért figyellek téged. Akkor ezek szerint már nem csak a Lien figyel minket, hanem ez a másik személy is. Ez a bőrönd eddig is itt volt. Mennyire ötletes amúgy, hogy az F-fel most a telefonunk elemlámpáját tudom elővenni. Mi lenne akkor, hogyha innen mi lelépnénk? Már nem azért. Nem tudunk elmenni innen. Hát az lenne a legeslegalogikusabb döntés, de el tudunk menni. Na, hát menjünk a nagypapánkhoz, erről van szó. Majd ő megvéd minket. Miért van full feketeség? Jól van. Ja, hogy bevásárolni jöttünk el csupán? Aha, és itt van a bevásárló listánk. Nasi, ücsi, tej, műzli, bor. És tudjátok, itt a boltban nagyon is tudnának arról a zaklatóról, aki a környéken mászkál. Vajon össze kell gyűjtenünk itt a cucc? Ja, össze kell gyűjtenünk, aha. Jó, oké. Ráadásul sorrendben a listánk alapján. Az az ügyfél csupán kiment a boltból. Ha megjelenik az exünk, az gyanús lesz, az a lényeg. Hát itt vannak a borok, nem? Jó, tejre van szükségünk. Merre van a tej? Hát lehetséges, hogy ez el fog tartani darabig, de nem. Ugyanis itt van a tej, oké. Okay. Most műzli kéne. Nem lett volna logikusabb, hogyha sorrendben válogatod ezeket? Már nem azért, a borokat már láttuk az előbb, nem? Meg lesz az. Csak hinni kell magunkban. Ne aggódjatok, srácok, hát itt vannak a borok. De neki innen felülről kell. Kőkemény 5 dolcsis bort iszunk. Hű, de szutyok minőségű lehet az. Na de jöjjünk is ide fizetni. Szia uram! Mondja is, hogy szia szépség, csak ez lesz. Miért kezd ki velünk a kasszás is? Itt senki sem bír magával konkrétan? Igen, csupán ennyit szeretnék, rendben. Akkor ez 28 dollár 50 cent lesz. Ki is fizetjük. Mi van akkor, hogyha ő a stalkerünk, tudjátok? Jó, szuper, de szerintem csak próbált velünk kedves lenni. Ha ez nem egy horror játék lenne, és nem lenne itt minden brutálisan para, akkor még azt mondanám, hogy ez egy full hangulatos környék! Most dicsérem itt a dolgokat, erre pedig megjelenik az exünk. Mégis mit akarsz te itt? Hogy várjatok már, ő nem az exünk, hanem egy random idegen? De miért hozod a szívbajt az emberre? Vigyázz magadra, nehogy a végén elkapjon valaki, hogyha egyedül mászkálsz. Hát kösz a figyelmeztetést! A hozzád hasonló kaliberű tagok kaphatnak el maximum, már nem azért. Nincsen szükségem a figyelmeztetésedre. Kérlek, tarts tiszteletben az én szférámat. Miért mindenki ilyen fura ezen a helyen? De kajak! Mi lesz a következő? Van ez a fura alak, aki hagyta nekünk a levelet. Van az exünk. Még ki fog utánunk nyomozgatni? Meg ki fog minket zaklatni? Bár ez a két személy közül valamelyik nagyon is már bírna velünk végezni. Én tisztán emlékszem, hogy bezártam a bejárati ajtót, de most mégis nyitva van. De hát menjünk is be! Kapjuk az ismeretlen telefonszámról az üzenetet, hogy üdvözöllek itthon. Szerintem
ő nem az exünk lesz. Jól néztél ki ma a boltban. Lehetséges, hogy az a személy ez, aki megijesztett minket a parkolóban. Már alig vártam arra, hogy újra lássalak. Gyere közelebb! Most vajon közelebb megyek felé? Hamarosan itt vagyok. Full liba bőrös vagyok, a karakterünk szíve pedig egyre gyorsabban dobog. Ó, várj csak! Mi van akkor, hogyha én már itt vagyok? Te mi lenne akkor, hogyha kimenekülnénk innen? Nem tudunk kimenekülni? Hát persze, hogy nem tudunk, ugyanis zárva van nekünk az összes kijárat. Itt vagyok. Már halljuk a lépteit. Miért van nyitva ez a szekrény? Most kéne amúgy a konyhából elővennünk egy kést, és leszúrnunk. Ne játsszál velem, bujócskát, léci! De tényleg? Lehetséges, hogy fel kéne mennünk az emeletre? Hát itt mi nagyon is be fogunk darálódni, én érzem. Sokkal közelebbről kéne ezt néznem, de egyszerűen nem merem. Hát annyira para. És tuti, hogy most jön ám itt a jumpscare. Vagy a hálószobában vár minket az a beteg állat? Na várjatok csak. Ide jövök a hálószobába. Hát itt sincsen senki. De ha nem itt van, akkor mégis hol van? Fú, mindjárt ideg állapotba jövök, és dűből elkezdem keresni. Na gyere csak ide, jön az elek és lefejellek. Hol vagy? Elkaplak. Én nem félek tőle, te féljél tőlem. Merre vagy? De várjatok, mert itt voltak villanykapcsolók, nem? Hát mi lenne akkor, hogyha felkapcsolnánk mondjuk az egyiket? Aha, ez az ajtó is zárva van. Villanykapcsoló, merre vagy? Vagy lehetséges, hogy a játék nem engedi már, hogy villanyokat kapcsoljak, ezért telibe eltüntette. De nézzétek meg, itt nagyon is csillog valami. Itt van nekünk egy kereszt is, hát persze. Tuti, hogy errefele kéne csinálnunk valamit. A hűtő legalább világít. Én mindent tőlem telhetőt megteszek, srácok. Bízzátok csak ide. És most már kajakra közelebbről nézem. Aha. Hogy vannak villanykapcsolók. Csak hát sajnálatos módon nem működnek. De kajakra merre kéne most mennem? Jól van. Nyitva van. Itt fog elkapni minket a kocsinknál, ugye? De miért nem tudok beszállni a kocsinkba? Ez most egy újabb levél akkor? Hát gondolom, hogy igen. Na jó, ez egy beteg állat. Itt nyomatja, hogy nincsen menekvés, meg semmi. Hogy ne lenne menekvés? Itt van a kocsim! Miért nem tudok semmit sem csinálni? Most vissza kéne jönnöm a házba? Pedig én úgy megörültem, hogy kijöttem onnan. Ne! És ez a játékunk vége! Hát ezek szerint igen, és itt írja nekünk, hogy lesz majd folytatás, meg azt is, hogy egyedül fejlesztette a készítőnk, rettentően komoly volt, és én baromira éltem, de szerintem ez látszódott is rajtam. Azt tuti, hogyha jön folytatás, akkor majd bizony azzal is fogunk játszani. Ennyi is lett volna ez a videónk, én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a végigjátszásban. Hogyha bejött nektek ez az egész, és szeretnétek, hogy majd a folytatással is játszunk, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a harmadik csatornámmal együtt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!